Sziasztok srácok, én Taki vagyok, és ez a bűvészszűkös videónak a 9. része. Éppen hát ebben a pillanatban készítettem el a 8. részét. Szerintem hát ugye egy óra aztán kimegy. De ez is egy óra, úgyhogy szerintem akkor már rég kint lesz. Mivel ezt teszem ki később. 200-ig. Jó. Akkor ez lenne igazából a 3. kártyaszűkös videóm, amire viszont nem lesz szükség egy egész csomagra. Csak 9 kártyára. Látjátok, hogy ez egy tök átlagos kártyacsomag, és akkor én megkérnélek titeket. Ja, nincsen nézőm, remélem nem baj. És egyébként még annyit elmondok, hogy én ezeket a trükköket vagy Hajnóci Somától látom, és onnan próbálom kielemezni, hogy ezt hogy a francba csinálja. Persze az övé, így tudom, hogy sokkal látványosabbak. Igyekszem én is. Vagy pedig igazából Damien White-tól nézem. Igazából ők a kedvenceim. Na hát akkor nézzük is. Húz egy kártyát. Na, melyiket válaszol? Na jó, én húzok egy kártyát, de csak a kamerának mutatom meg, jó? Akkor ez az a kártya, remélem jól látszik. Oké. Én ezt ide teszem a pakli tetejére, és figyelj, csettintek egyet, és ez volt a telapod. Magic. Na jó, nyugi. Akkor folytassuk a trükköt, én egy kicsit megkeverem. Jó, ennyire szerintem elég is lesz. És akkor, tisztázzuk a nézővel. Mondhatsz igazat, de hazudhatsz is. Jó? Milyen színű a te lapod? Megkérdezed. Ugye én nem tudom, tehát most nem tudom, hogy igazat mondok, vagy hazudok, úgyis mindegy. Akkor én mondjuk azt mondom, hogy piros. És ilyenkor azt csináljuk, hogy P-I-R-O-S. A maradékot rátesszük, és ilyenkor mit csinálunk? Lehúzzuk a legfelső lapot és a legalsó lapot. Amikor ez megvan, utána jön a következő kérdés. A te lapod milyen fajtájú? Tehát pik, ref, kör, vagy szív, vagy pedig káró. Mondjuk legyen káró. Oké? Okay? Az milyen ciki lesz, hogyha pont eltalálom mind a kettőt is. Ja, de mondjuk a káróból csak üres van. Na mindegy. Mert akkor az úgy fog kinézni, mint hogyha megnéztem volna. Jó, ne hagyjuk. Szóval akkor káró. K. A. R. O. Maradék lapot ráteszem, és az legfelsőt és az alsó lapot megfogom, lehúzom és félreteszem. Utána, minden igaz, 5 lapnak kellett nálam maradnia. Így is van. És akkor a következő kérdésem, hazudtál-e az eddigi körökben? 2 körben. És akkor mondjuk nem. Akkor N. E. M. Többit ráteszem, és lehúzom a legfelsőt, az félreteszem, és a legalsót, azt is félreteszem. 3 lap maradt nálam. Nos, akkor melyik kártyá? Mondj egy számot, 1-3. Mondjuk, legyen a 2-es. Ez volt a telapod? Igen? Akkor, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok a videómat. Én Taki voltam.